üdvözlöm a kedves nézőket. A mai horgászatom, hát kapásból hallal kezdem, mivel is kezdhetném. Pergetésről lesz természetesen szó. Nem nagy ragadozókra pályázok, vagyis hát nem nagy ragadozók vannak a pályán, de vannak köztük egész szép mutatós rablások, és hát őket is megpróbálom megfogni. Ez csak ilyen gyorsan egy pici balint megfogom. Tehát elsősorban ők lesznek a célhalaim. Mögöttem is lehet látni, meg hallható is a rablások. Ez egy olyan helyzet, meg szituáció, ami gyorsan egy nem túl kisfogó, de célnak megfelel. Ez akár harcsára is jó. Gyorsan megszabadítjuk ezt a balinkát. Én folytattam is. Itt föntebb nem tőlem van egy befolyó, ami az ártérről visszafolyó vizet, víznek a visszafolyása úgymond, apad a Tisza szépen, és hát jön vissza az ártérről ez a plusz kintmaradt víz, amivel az ott levívok halak is ömlenek vissza, szó szerint ömlenek vissza, mert hogyha megnézzük ezt is, hogy milyen mennyiség lehet ott. Na és ez az apró ivadék itt hosszan, tegnap este voltam itt egyébként, onnan tudom, egy olyan másfél kilométer hosszan egy olyan extra helyzetet teremt, hogy itt a szélébe, most például déli órákban teljesen kint a parttövén, ott özönlik lefelé ez a nagyon sok apró hal, ezen pedig a ragadozók ott vannak. Meghorgászni a pályát egyébként többféle módon meg lehet, igazán akár itt van egy horgász kolléga, aki a partról horgásza meg a legextrább helyet. De hát itt a partra, ha kinézünk velem szembe, itt úgymond lehetetlen partról horgászni. Így egy kicsit a csónakos peca felé hajoltam, mert itt végig-végig rabol itt ebbe a meredek partszélbe, és hát ezt csónakból lehet meghorgászni. Na itt is van két lehetőség. Az egyik az, amit most teszek éppen, vagyis megállok egy helyen, szépen lehorgonyzok, és hát itt az előttem elérhető pályát horgászom meg. Ez jó is egy darabig, de ha nagyon sokat dobálunk, akkor egyszerűen alább maradnak a rablások, és akkor ott most látom, hogy a mára lentebb sokkal több rablás van, illetve itt fölöttem is egy kicsivel több rablás van. Tehát, hogyha egy helyen állunk meg, akkor vagy azt tesszük, hogy várakozunk egy picit, és akkor majd egyre sűrűsödnek itt a rablások, ugyanis ez az özöllő apróharra úgyis ide fog állni a rabló. Ha meg úgy gondoljuk, hogy inkább horgászuk meg végig, akkor meg elengedjük a csónakot, és szépen végigcsorogjuk a jó pályát. Ez egy kilométert tudok csorogni, ráadásul abban a szerencsés helyzetben is vagyok, hogy nincs más csónakos horgász, úgyhogy enyém az egész pálya. Megnézzük, milyen ragadozók lakják ezt a helyet. Éppen csak elkezdtem a csorgás, ez még nem a lentebbi pályán volt, de hát megint csak egy apróság verte le a hornetet. Úgyhogy erről is beszélek egy picit. A csalim, gyorsan visszaengedem ezt. A csalim nem más, mint egy szalmó hornet. Ennek is a legapróbb változata a 2 centis, ami csak kizárólag csak süllyedő változatban kapható. Úgyhogy ezt az apró csalit már azért nehéz lenne floating változatban, vagyis úszóba dobálni. Ebbe a süllyedőben tökéletes dobni, illetve ez most előny is számunkra, hogy gyorsan ott a partmenti zónában gyorsan eléri azt a mélységet, amiben igazából kapásra számíthatunk. Na, ez egy kicsit szebb lesz, mint az előzőek. Megállok inkább, egész ígéretes helyen vagyok. Lentebb lerakom a súlyt itt. Ennyi. És megnézzük. Ez szép. Most látszik, hogy egy nem túl nagy idézőjelben balinnal van dolgom, de mégis hosszasan kell fárasztanom. Ez azért is van, mert az apró csali miatt muszáj
finomabb felszerelést használnom, hogy a megfelelő dobástávolsága meglegyen. Ezt csak ilyen kézzel oldom meg egyébként ilyenkor, hogy finoman fogom a zsinort. És ott a szájába pici hornet. Na, itt a hornetke, itt a szép balin, gyönyörű, és mehet is vissza. Hát ilyen kicsit fonákból, de szia. További jó étvágyat azt is mondhatnám neki, de hát kicsit megszakítottuk az ebédjét. Amit szerintem érdemes elmondani igazán, hogy folyamatos rablások vannak. Miért van ez? Gondoljuk el, hogy nem végig az van, hogy mondjuk egy ilyen nagyobb bodorkát vagy snecit eszik, amiből sokkal kevesebb mennyiség kell. Nagyon-nagyon apró ivadékot azzal táplálkozik, sőt, szerintem a nagyobbak inkább szürcsölik befelé ezt, és hát sokkal sűrűbben és gyakrabban kell ezt megtenni ahhoz, hogy az a mennyiségű hallal úgymond elteljenek, meg hát az egy kánon számukra, amit tudnak, zabálnak, ha úgy tetszik. Ez ilyen tipikus becsompanós kapásom volt. Hihetetlenül izgalmas egy ilyen orgászat, és tényleg itt minden pillanatban bekövetkezhet a kapás, tehát ilyen, oda nézek, ott egy rablás, ott is rabol, illetve még mögöttem is a betévedő kis halak között. Ami talán most ez a vízállásnál adja a nehézséget, hogy még az alsó bokrok bent vannak a vízbe. És hát persze ezek az apró ivadékok ott mennek a bokrok között, ragadozók meg nem restek, mennek utánuk, és hát nekem esélyem nincs oda dobni, csak itt a bokor szélét dobálom, ahol ilyen, most ez a szakasz ilyen csak elnézem, hogy ott rabol a szélébe, megint folyamatosan, és talán abban a lukba, hogy a bedubak egy kicsit. Ha mázlin van, akkor épp pára olajkodott volna a balin, de nem ez történt, úgyhogy itt kicsit nehezebb a helyzetem, de hát élvezetes egyébként így is, hogy folyamatosan látom a rablásokat, és tényleg bármelyik pillanatban várom azt a balinnak azt az átütő erejű kapását, amit nagyon-nagyon imádok egyébként. Láttam egy kicsit, hogy megmutassam, hogy miről is van igazából szó. Hihetetlen, nem tudom, hogy mennyi ivadék lehet. A lényeg, hogy itt van az orrom előtt, látszik, hogy az abszolút szélébe milliószám folyik, tényleg szó szerint folyik lefelé az ivadék. Nem tudom, milyen ivadék lehet egyébként, majd lehet, hogy megnézem, kíváncsi vagyok azért rá. De ez szerintem napok óta folyamatosan ez megy. Folyamatosan mennek lefelé, illetve vannak ilyen kisebb csapatokban rendeződve, bent is vannak, és ezért van már bentebb is rablás. De látszik, hogy a természet ereje, hogy milyen hihetetlen, hogy egy ilyen igazi jó kis zöldár, hogy mit tud tenni. Ilyen telepítés nem létezik, ami ennyi halat tud képezni, mint itt az orrom előtt látszik. Tehát ez olyan, mintha folyamatosan öntenék a vízbe a halat. Nem véletlenül például Tiszának is beszélnek a régi halbőségéről. Ha van egy igazi jó zöldár, meg egy nagyon jó ivás, akkor ez történik, hogy ömlik a hala Tiszába. Jó volt a helyzet, ide jöttem
föntebb egy kis oldalt, hogy már wobblerrel meghúzom, de hát azonnal jöttek utánam, úgyhogy lassan kiszorulok, inkább abba hagyom itt a pecát és megyek lefelé. Rettentő zsúfolt lesz az a kifolyó. Igaz, persze, hát az tényleg nagyon jó, meg extra helyzet van. Azonban én nem annyira kedvelem ezeket a túl zsúfolt helyeket, és hát átjöttem egy másik helyre, és láss csodát, itt is van hal. Igaz, nem akkora mennyiségben, de nem is annyira zsúfolt a pálya. Hát elsőre egy aprócska balin érkezik, de a lényeg, hogy van itt is hal. Ivadékot egyébként nem látok annyira benne. Gyorsan megszabadítjuk ezt a picike balint. Remélem azért vannak nagyobbak is. Ezt visszaengedjük. Tehát átjöttem ide. Ez egy olyan hely, ahol partról is nehezen megközelíthető egyébként ez a rész. Illetve a kikötők meg a súlyapályák is nagyon messze vannak, így kevésbé látogatják. Úgyhogy most tényleg, ahol a körbenézek, embert nem látok. Magában ezt én nagyon szeretem, hogy így egyedül vagyok. De ennek ellenére itt rabol a hal körülöttem, aztán meglátom, hogy mit bírok vele kezdeni. Szerintem vannak balinok, jászkeszegek közötte, meg hát majd meglátjuk, megmondhatja a peca is, hogy mit bírok közülük fogni. De szépen mutatja magát itt előttem is a hal. Forgolódik. Új helyen vagyok, meg nem látok annyira apró ivadékot, így a kedvenc balinos csalimra átváltottam, már nem nagy balinról van szó. Sajnos itt se azok a példányok vannak, ami igazán kedvemre való lenne. Egy ekkora balin csíptem a pici trillel. A lényeg, hogy megpróbálok azért beledobni. Ezt visszaengedjük gyorsan. Hát itt ez a tiszta és a nem tiszta határát horgászom meg. Ez nagyon lényeges. És a kettő közötti részen szoktak rabolni, úgymond ezek a balinok. Nem olyan intenzív, mint Amazonna helyen, de ha azon a részen áthúzom, ott volt először egy ilyen gyanús koppintásom egyébként, aztán az meg most meg ráragadt. Hát a trailhez azért egy picit erősebb felszerelést dobtam össze, a LNK Pro Guide orsó, ezen is egy ilyen 18-as méretű monofil zsinór van egyébként, a pici trillt dobom vele, és hát a Pro Guide botnak a 198 centis változatát húzom, látszik, hogy ez a fehér nyelű, tehát ez a csali, ez nagyon jó párosítást alkot. Jön egy jobb balin, azzal is elboldogulok, bár a másik bottal is egy jó balinnal is meg lehet küzdeni, csak az kicsit hosszabb a küzdelem, ha úgy tetszik. De a trillre ez kiváló, meg látszik, hogy pont belebírok dobni abba a tiszta részbe, áthúzom, és a szerencsém van, akkor ott tolálkozik a balin, és meg is csípje. Kis pihenésképpen itt a napsütésben, úgymond, de szúnyogmentesen. Elmondom, hogy ilyen szituációkban milyen wobblerekhez kell nyúlni, vagy milyenekhez érdemes nyúlni. Mert nagyon nem mindegy, hogy mit fogunk használni. Itt van a apró csalis dobozom, amit direkt erre az alkalomra készítettem össze, és most ebbe így szétnézek, hogy milyen lehetőségek vannak. Ugye, mint elmondtam, hogy nagyon fontos az, hogy figyeljük azt, hogy körülbelül milyen méretű a ivadék, amin horgászni fogunk. Hát most ez rettentő kicsi, úgyhogy most a legkisebbekkel kell
úgymond operáljak. Tehát most a jelen helyzetben például ez a kisebb méretű Hornet süllyedő változatba, vagy amire nagyon-nagyon jó a Tiny, például ő, illetve a színe is nagyon jó, egy ilyen tisztább vízbe, amikor ömlik vissza tényleg az apró ivadék, akkor ez a tényleg ez a sötét színbe pompázik az ivadék, és hát ezt utánozza ez a csali, ő kiváló lehet. Akkor még, hogyha nem ilyen apró az ivadék, hanem már egy picit nagyobb, mert elő tud fordulni olyan is, tehát nem csak ez a szituáció van, akkor viszont például az a Minov kiváló lehet. Ha megnézzük, akkor ez egy, ráadásul egy ilyen sérült az oldala, tehát olyan, mintha ilyen ütött-kopott kis hal lenne, úgymond, hogy jön vissza tömegével, és már ilyen kicsit sérült a színe neki. Ezt nagyon imádja szintén a Balin, vagy akár a Süllő is, hogyha azzal van dolgunk. Illetve, amire még itt a dobozom mélyé kívül, igazán kettő csali volt, meg a mai nap eddigi favoritjai a 2 centis Hornet. Természetesen ez csak süllyedőbe kapható, úgyhogy ő is süllyedő. Ez nagyon-nagyon jó. Illetve a másik boton a igazi balinos mindenes a Trillnek a 5 centis változata. Egy ilyen ezüstös szürkés színbe. Ez is adott egy pár halat. Hát, hogy a felszerelésről is beszéljek, tényleg ehhez finom peca kell, tehát finom botok kellenek. Úgy kell megválasztanunk, hogy azért érezzük a csalinak a rezgését, illetve el tudjuk azt dobni. Zsinórról is beszéltem, de ezt azért el kell mondani, hogy természetesen lehet vékony fonottal is horgászni, nagyon vékony fonottról beszélünk ilyenkor. De én ebben az esetben én nagyon szeretem a monofil zsinort, egy ilyen 18-as monofillal, nagyon nagy élmény egyébként a peca vele, segít a fárasztásban is, és ezeket a pici wobblereket azért érezzük vele egy ilyen finom pecával. Ehhez természetesen egy ilyen maximum 2000-es méretű orsó illik, mert hát ugye a könnyű botra könnyű orsó kell, nem kell nagy zsinór kapacitás, nem akarunk óriási távolságokat dobni, csak azt a pici wobblert oda pöccinteni a megfelelő helyre. Közben egy picit váltottam, a 2 centis Hornetet lecseréltem, igaz nem nagy.
tényleg sok vizes időszakban nem tudni, hogy nem tudja az ember, hogy mi a jobb. Most úgy a hőérzetem sokkal jobb, hogy már tényleg végig árnyékban van a Tisza, most már túloldalt nyalos a fáknak, a lombjainak az árnyéka. Itt már tényleg nap nélkül megúsz az ember, és egész kellemes. Viszont, ami kellemetlen, meg szúnyogok, meg milliójával jönnek, tehát lehet néha belehallatszik a háttér zajba ez a kis zümmögő zaj. Bekenem magam természetesen, csak mindig az, mikor zümmög meg, és itt bizsergeti az ember kezét, az annyira kellemetlen tud lenni. Úgyhogy se a tűzőnap nem jó, de hát azt lehet, hogy szúnyogok az, hogy még rosszabbak ettől. Hú, miért az Ramazul itt csinált? Na? Na, hát ez már egy szebbecske. Valin itt a szúnyogok hada körül. Úgyhogy gyorsan engedem vissza, mert agyon marnak a szúnyogok. Mire kimondom, akkor rajta van a Balin. Tehát már sokat szóra csorgom, ez mindig vagy kapást, vagy mint most is, halat adott. Na nézzük. Na gyere kis Balin barátom. Iszonyú mennyiségű szúnyog van, úgyhogy szerintem ezt lecsorgom a pályát, és abba hagyom a horgászatot a mai napra, az biztos. Mert mondom, hiába vagyok befújva, annyira sok szúnyog van, tehát a ingemet keresztül szurkálják, mert minden egy flakonnal elfújtam itt. Hát minden halat be se lehet mutatni, mert annyit fogtam, meg olyan sok kapás volt, meg élmény. Azért a lényeget azért szerintem megpróbáltam elmagyarázni, hogy lehet megfogni egy ilyen szituációba tényleg a ragadozót. Leginkább most a Balira talán kihegyezve, a süllőre frekventált hely van, hát ott már most 4 csónak áll, hogyha esetleg hátam mögött még látszik, tehát ilyen 3 méterre vannak egymástól, hát ez már nekem nem horgászat. Ez leginkább arról szól, hogy minden áron süllőt akarok fogni, és hát ott van, akkor minden áron megfogjam. Nekem ez nem igazán tetszik, ez a horgászat. Van, akinek viszont ezt tetszik, ezt mindenki döntse el magába, hogy mit fog tenni. Én nekem ez nagyon jó peca volt, és javaslom bárkinek, ha van egy ilyen lehetőség, meg szituáció, és látja a balinokat a szélébe fröcsögni, gondoljon erre a videóra, meg erre a filmre, és használja a szalmó műcsalikat. Mert tuti, hogy rengeteg élmény fog hozni. Köszönöm a figyelmet, én még dobok párat, viszont elköszönök. A viszontlátásra!